A mai adásban valami sajtosat fogunk készíteni. Azt egyelőre nem áruljuk el, hogy mit, reméljük majd rájöttök folyamatában ti is. Használni fogunk még diót, banánt és igazi, valódi karamellt fogunk főzni hozzá. Ne is fecséreljük tovább a szót, kezdjünk is neki. A tésztának, ami rendkívül egyszerű lesz, használni fogunk bele egy kis darált kakaós kekszet, amit összegyúrunk egy kis cukorral, minimális vizet fogunk még hozzátenni, épp hogy csak annyit, hogy felvegye, nem kell tocsognia, valamint egy kis szobahőmérsékleten puhára hagyott vajat fogunk még beletenni. A tészta begyúrva, most gyorsan kibéleljük a karikát egy kis sütőpapírral, ehhez igazából használhattok bármit, kezdve a vajtól, mi egyébként most kivételesen vajjal béreltünk, nem találtunk most itt a konyhában olajat, de egyébként használhattok olajat, bármit, amit találtok a konyhában, ami ragadós, amire a sütőpapír fel tud ragadni. Majd a tésztát elegyengetjük szépen a tortakarika alján, úgy olyan morzsalékos a tészta, akár egy linzeré, úgyhogy nagyon egyszerűen csak az ujjunk végével lelapítjuk a karika aljára, hagyunk neki egy kis peremet fölfelé, hogy sütés után ne húzza le a sütőpapírt. Ha biztosra akartok menni, egy laposabb talpú pohárral is kisimíthatjátok ezt a felületet. Igazából majdnem mindegy a tészta, hogy néz ki, egy szeletnél teljesen mindegy, hogy 6 vagy 7 mm magas. Most pedig beteszem a sütőbe, és jöhet a banán. Nem muszáj ragaszkodni a banánhoz, millió egy másik gyümölcs közül választhattok, mi próbáltunk a karamellhez éppen illőt párosítani. Úgyhogy levágjuk szépen a karikának a végét, és viszonylag vékony, de igazából rátok van bízva milyen vastag szeletekre, felvágjátok a banánt, majd pedig sok cukor, kevés víz, egy cukorszirup-szerű folyadékot kell felforralni, amiben pedig a banánnak mindkét oldalát szépen megpirítjuk. Amikor minden is kisült, akkor láthatjátok, három réteg alufóliába fogjuk becsomagolni a tortakarikánkat, de előtte rátesszük a tésztára a korábban karamellizált banánjainkat. Bebizonyosodott, hogy Dominika, aki ott áll, jobban tud karikát alufóliázni, mint én. Most, amikor ez kész, mielőtt egy picit tovább megyünk, egy kis diót fogunk durva, nagyobb darabokra felvágni. Azt nem kell nézni, ahogy vágom, a lényeg az, hogy jó, nagy darabok legyenek. Nem darálni kell, hanem tényleg ekkora méretűek. Ez kész, most egy olyan rész következik, amitől nagyon sokan félnek, otthon elég ritkán is állnak neki. Karamellt fogunk készíteni, klasszikus cukor, tejszín, és talán még beleteszünk egy kis vajat, majd meglátjuk. Szóval, nagyon egyszerű a dolog. Fogjuk a cukrot, beleöntjük egy lábosba, egy nyeles lábosba, elkezdjük olvasztani. Folyamatosan kevergetjük, ügyelve arra, hogy ne legyen csomós. Az előre felforralt tejszínt beleöntjük, szépen apránként, és elkeverjük. Itt kell nagyon vigyázni, mert nagyon fröcsög, nagyon köpköd, nagyon forró, mindenki nagyon vigyázzon. Apró adagonként öntjünk bele a tejszínt, és gyorsan elkeverjük. Majd a végén, amikor a maradék tejszínt is beleöntjük, akkor össze fogja rántani az alján lévő cukrot, azt addig kell utána még forralni, amíg az is teljesen fel nem olvad. Amikor ez megvan, attól függően, hogy milyen sűrű karamellöntetet szeretnénk majd rászórni ennek a bizonyos dolognak a tetejére, annyi vajat szórunk bele. Amikor a vaj is felolvadt és szép, egynemű, krémes, lágy karamellt kapunk, akkor elzárjuk a gázt, vagy a villanytűzhelyt, várunk vele egy kicsit, és amikor már nem vadul forró, beleszórjuk szépen a pár csipet fahéjt. A fahéjat azért csak a főzés végén raktuk bele, amikor már kicsit kihűlt, hogy ne égjen meg a fahéj, különben nagyon kesernyés íze lenne az öntetnek, majdnem olyan, mintha elégettük volna a cukrot, senkinek sem ajánlom. Most pedig jön a tortánknak a krémje, amiben naturkrémsajt lesz, egy kevés tejszín, cukor és liszt. Nagyon egyszerű, igazából még robotgép sem kell hozzá, reméljük, mert azért ez hajlamos becsomósodni. Fogjuk a tejszínt, szépen beleöntjük a krémsajtos tálba, elkezdjük szépen elkeverni, majd jöhet a cukor, ezt is utána
elkeverjük benne. És a végén a maradék liszt. Majd amikor ez megvan, akkor egy-két csipet fahéjat még bele fogunk szépen pottyantani, elkeverjük. Majd a végén jöhetnek a tojások egyesével belecsurgatva és elkeverve. Csurgat-kever, csurgat-kever. Majd pedig, amikor szépen csomómentesre elkevertük, beleöntjük a karikába. És nagyon vigyázzunk, hogy szépen, lassan, óvatosan öntsük bele. Egyrészt, mert ez nagyon híg cucc, és nehogy az öntéstől maga a banán alá kerüljön, felhordva azt. A banánnak a tésztán kell maradnia egész végig. Sütés előtt már csak egyetlen egy apró lépésünk van, vagyis kettő. Megszórjuk a korábban durvára vágott dióval a torták tetejét, úgy olyan magasságból, hogy ne süllyedjen el, majd pedig a karamellöntetet fogjuk rálocsolni. Az a súlya miatt valószínű le fog süllyedni, de ez ne szegje kedvünket. Most pedig beteszem egy tepsibe, öntök rá egy kevéske vizet, másfél-két deci, éppen hogy annyi, hogy egy pár milliméter benne legyen a vízben, betesszük a sütőbe, úgy 4 órára. Na nem 4 órát sütjük, körülbelül egyet, a maradék 3 órát pedig sauna szeánsznak fogjuk fel. Nos, aki az elején arra tippelt, hogy ez egy sajtorta lesz, az ügyes volt, ugyanis ez egy banános sajtorta, enyhén sült dióval és fahéjas karamellöntettel. Aki kicsit gyakorlottabb, már a tésztánál sejthette, hogy mire készülünk, de legkésőbb az alufóliánál. Viszonylag ritka az ilyen süti, amit alufóliába bebugyolálva sütünk ki, de pláne, hogy vizet rakunk alá. Egyébként spoiler, a címben is láthatjátok, hogy van ott egy sajtoska meg egy torta, és a mögöttem lévő tábla is árulkodik valamiről. Gondoltuk, játszunk egy kicsit. Hogyha esetleg a tésztát nem sima kekszből, vagy natur háztartási kekszből akarjátok megcsinálni, akkor akár valamilyen ízesített, de akár még mandulalisztet is használhattok hozzá. Láthatjátok a vágóképeken is, hogy a víz nem folyt be, tehát az alufólia az működött, a krém sem folyt ki, tehát nem folyott szét a torta sem, szépen egyenletesen van átsülve, sehol sem égett meg, egy picit barnább a széle, de az teljesen elvárható. Ha kedvet kaptatok kipróbálni, a pontos receptet a videó alatti leírásban fogjátok megtalálni. Ha tetszett a videó, megköszönjük, ha lájkoljátok, még jobban hálásak leszünk, hogyha fel is iratkoztok, és találkozunk a legközelebbi videóban is, amihez viszont tojásfehérjére lesz szükségünk. Sok tojásfehérjére. Ó, majd elfelejtettem, a karamell készítésről a jövőben tervezünk egy kicsit átfogó videót készíteni, hígabb, sűrűbb és egészen kemény bolti kis karamell kockát szeretnénk csinálni, csak nyilván még annál is jó minőségben. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!